Ezúton egy szerdai kormánydöntésről kell tájékoztatnom az egészségügyben dolgozókat. Ugye mindenki előtt ismert, hogy július 1-ével a nyugdíj és a közszolgálati fizetés együttfolyósításának a tilalma életbe lép, és ezzel kapcsolatban két nagyon fontos kérdés merült föl az egészségügyben. Az egyik az, hogy megtarthatók-e a státuszok abban az esetben, ha valaki a nyugdíjazás mellett dönt, és igen, a kormány a szerdai ülésén elfogadta ezt, hogy a státuszok betölthetőek legyenek a jövőben. A másik fontos kérdés pedig a kompenzáció kérdése volt, hogy az, akinek korábban a fizetés és a nyugdíja együtt érkezett, ő kap-e a kieső nyugdíjért kompenzációt, és szintén döntés született erről a kormány szerdai ülésén, hogy ennek a kompenzációnak megadták a lehetőségét, a munkáltató dönt arról, hogy ezt a kompenzációt megkaphassák az ott dolgozók. Értelemszerűen ennek az összege megegyezhet a korábban nyugdíjként kapott juttatással, a nettó összegre vonatkozik, és a munkáltatók pedig ennek a bruttó összegét lehívhatják, tehát nem nekik kell kigazdálkodniuk a nehéz gazdasági helyzetben. És ez a döntés értelemszerűen vonatkozik a különböző korengedményes nyugdíjfajtákra és az egészségügyben. Van, amit a köznyelv a nők 40-ként emleget, értelemszerűen erre is vonatkozik a kompenzáció lehetősége. Tehát mindaz, ami korábban a nyilatkozatok szintjén elhangzott, ezzel a döntéssel valóságá vált.